Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége Kunnél Nánási Mónika, a Dérénél Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott intézményvezetője. Köszöntöm itt a stúdióban! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást! Éveleje van, 2024-es év eleje, hátunk mögött van egy nagyon hosszú 2023-as év, hogyha nagyon röviden értékelni kellene a kulturális központnak a tevékenységét, azt hogyan tenni? Azt mondanám a 2023-as évünkről, hogy egy igazán tartalmas, színes programokkal gazdagított évet tudhatunk magunk mögött, köszönhető ez a sok pályázati lehetőségnek, illetve a színes programoknak, ahol meg tudtuk mutatni, hogy milyen gazdag kulturális élet folyik Karcag városában. Igen, ezt a nagy közönség is élvezhette, hiszen számos programról számolt be a Karcag Televízió is, ahol sok-sok karcagi lakos, felnőttek és gyerekek egyaránt részt vettek. Így van, igyekeztünk olyan programokat összeállítani, ahol minden korosztály megtalálja maga számára a legideálisabb lehetőségeket és a legszínesebb programokat. És kezdődik egy 2024-es év új tervekkel, új elképzelésekkel, hagyományos rendezvényekkel. Most így az év elején már láttuk a hirdetésekben, hogy februárban újra megrendezésre kerül a kolbász ízesítő verseny, a házi pálinkáknak a mustrája, illetve a házi kertészták versenye is. Beszéljünk most ezekről a versenyekről egy kicsit. Így van, ebben az évben február 24-én fogjuk megvalósítani a karcagi kolbász ízesítő versenyünket, amely most szintén egy pályázati program keretében fog megvalósulni. Hungarikum Fesztivál Karcagon pályázat keretében tudjuk megvalósítani, és már nagyban folynak a szervezési feladataink. A házi kertésztasütő versenyünkről tudni kell, hogy február 17-én lesz a zsűrizése, ahova egy 4 tagú szakmai zsűrit hívtunk meg, hogy értékelje majd a beérkező süteményeket. Ez egy szombati napon lesz, 1 órától 2 óráig lehet majd behozni a elkészített süteményeket, és maximum 6 darabot vagy 6 szelet süteményt fogunk várni az versenyzőktől. És az eredményhirdetése pedig ugye a kolbász ízesítő versenyen lesz. Hogyha visszatekintünk, ez a verseny, a kolbász ízesítő verseny nagyon népszerű a karcagi emberek számára, hiszen ez egy nagyon jó közösségépítő program is. Így van, hiszen itt csapatok 3-tól 10 főig összeálló csapatok tudnak részt venni, és nagyon jó hangulatban szokott tenni. Én azt gondolom az elmúlt években is nagyon jó hangulatban valósult meg valamennyi kolbász ízesítő versenyünk, és idén is bízom benne, hogy hasonlóan jó hangulatú lesz ez a nap. A helyszíne a városi sportcsarnok lesz, fedett helyen fogjuk megvalósítani, hogy az időjárás semmiképpen ne akadályozza meg ennek a programnak a megvalósulását, és hát igyekszünk olyan programokat összerakni, amivel még hangulatosabbá fogjuk tudni, még gazdagabbá tudjuk majd tenni a napját mindenkinek. Igen, megelőzte a következő kérdésem lett volna, hogy biztos, hogy kulturális programok is színesítik majd ezt a versenyt. Erre vonatkozóan vannak-e már tervek? Igen, vannak terveink. Szeretnénk a néptáncosainknak helyet adni, hiszen azt gondoljuk, hogy ez az a program, ahol igazán bemutatkozhatnak a néptáncosaink. Szeretnénk zenekarokat hívni, akik koncertekkel kedveskednek majd az ott jelenlévőknek, illetve ahogy mondtam, ugye ez a Hungarikum Fesztivál Karcagon pályázat keretében valósul meg, és hungarikumokat fogunk kiállítani, amelyeket lehetőség lesz majd megkóstolni, illetve vásárolni belőle. Az egy szép, gazdag, színes program lesz. Igen, azt gondolom, hogy igen. Látjuk és tapasztaljuk, hogy a Dérénébe újra indulnak a szakkörök. Ugye Covid után nehéz volt újra indítani, de most már egyre több gyermek és felnőtt látogatja a kulturális központot. Milyen szakkörök működnek most jelenleg, és mi fog még indulni a házban? Szerencsére elmondhatom, hogy egyre nagyobb létszámban sikerült újraindítanunk a szakköreinket. Ugye működnek a gyermektánc, illetve a néptánc csoportjaink, működik az Életet az éveknek nyugdíjas klub, működik a Rumi klub, a pedagógus, nyugdíjas pedagógus klub, a napsugár pedagógus klub, a nótakör, a vegyeskar újraindult, aminek nagyon-nagyon örülünk. Új szakkörként indult be nálunk a Quilling szakkör,
ebben az, vagy 2023 őszén elindítottuk a mézes kalács készítő szakkörünket, és természetesen itt van velünk a Csipke is, hiszen ők már nagyon régóta működnek, de most az a szakkör programon belül nem csak a Quillinget és a mézes kalácsot, hanem a Csipke szakkörünket is gazdagítani tudjuk még inkább. Ez egy igen széles paletta, az egészen a kis korosztálytól, a gyermekkorosztálytól, a nyugdíjas korosztályig, úgy gondolom mindenki megtalálja a számára kedvezőt. Így van, mind a Dérinében, mind pedig a könyvtárban is, hiszen azt elfelejtettem, hogy a könyvtárban működik a Kunkuckó szakkörünk, illetve a Csepürágók, ami mind a kettő a színházi irányába enged betekintést, és mind a gyermekeket, mind pedig a Csepürágókba az idősebb felnőtt, illetve a nyugdíjas korosztályt várjuk nagyon sok szeretettel. Közkedvelt a közönség számára a színházi előadások. A 2024-es évben lesznek-e színházi előadások? Igen, tervezzük a színházi előadásokat. Az első színházi előadásunk, amelynek már biztosan megvan az időpontja, az ez év március 20-a, ahol a Boeing leszállás Párizsban című színházi darabot fogják tudni megtekinteni az érdeklődők. Említette, hogy a kolbász ízesítő verseny is egy pályázat révén valósul meg. Tavaly is számos pályázatot tudtak megvalósítani, illetve a pályázatokból befolyt összegekből programokat. Az idei évben mi a helyzet pályázatok tekintetében? Van-e lehetőség? Én nagyon bízom benne, hogy lesz lehetőségünk a pályázatokat megtalálni. Jelen pillanatban még nincs, de várjuk a kiírásokat, és nagyon bízunk benne, hogy április végére jó pár pályázati lehetőséggel fogunk tudni élni. Kívánok a 2024-es esztendőre lendületet, pályázati lehetőséget és sok-sok színes programot. Bízunk benne, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a beszélgetést.